Hello mindenkinek, én Sallai vagyok. Az elmúlt napokban, illetve hetekben készítettünk már saját készítésű chipset, saját készítésű Fantát, illetve Sprite-ot, házilag Big Mac-et, és úgy gondoltam, hogy folytatnám ezt a listát. A mai videóban megpróbáljuk rekreálni a Nutellát. Mindenki jól ismeri a Nutellát, mindenki szereti a Nutellát, és azon gondolkoztam, mi lenne, hogyha bemutatnám nektek a Ferrerót, mint céget? Mi áll a Nutella hátterében, már amit találtam az interneteken? Illetve megpróbálnánk elkészíteni saját Nutellát otthon. Mint kiderült számomra, ez a csodálatos mogyorókrém nem annyira bonyolult, mint gondolnánk. Nem tudom, ki találta ki ennek a 200 g-os Nutellának a dizájnját, de tehát, hogy ez a kupak, ez elég érdekes. Valami vákumos történet, de szóval, hogy nem rácsavarós, nem cuppanós, eléggé idegesítő. A Nutellát a Ferrero, mint cégcsoport gyártja. A Ferrero gyártja továbbá ezt a német kis édességet, amit kaptam nemrégiben. Annyira fantasztikus ez a kis fejjel csak is bombom. Oh, sokkal jobb, mint a Nutella, szerintem. És azt tudtátok, hogy állítólag a Nutella Napóleonnak köszönheti a születését? Ugyanis amikor a francia császár 1806-ban tiltó listára rakta Angliát, ezzel is megpróbálva megroppantani őt gazdaságilag, akkor Európában eluralkodott a kakaó és a csokoládé hiány. Olasz cukrászok ekkor találták ki, hogy a nagyon drága csokoládéjukat dúsítják nagyon olcsó mogyoróval, és ekkor jött létre a Gianduja. Gianduja. Fantázia nevű mogyorós csoki krém, ami a Nutella elődje volt. Aztán később Pietro Ferrero, egy pékség tulajdonosa, 1951-ben megalkotta a sokkal krémesebb verzióját, a szuperkrémet. 1963-ban pedig Ferrero fia megújította ezt a szuperkrémet azzal a szándékkal, hogy egész Európában népszerűvé tegye, és az első nutellás üveg 1964. április 20-án el is hagyta a gyárat. 4-20. És akkor most itt vagyok én, 65 évvel később, aki most megpróbálom újraalkotni a Nutellát. Na jó, ez nem a legegyedibb dolog, amit valaha csinálhatok, ugyanis már vannak az interneten hasonló receptek, ahol megpróbálnak Nutellát készíteni, de azért én még sose csináltam, szóval hadd próbáljam már ki, PLS. Ha rákerestek a Google-on arra, hogy Nutella hozzávalók, akkor ki fog adni egy képet, ahol egy nutellás üveg van, és beletöltve a hozzávalók milyen arányban vannak, és hát abból az látszik, hogy nagyon sok cukrot és pálmaolajat tartalmaz, és egészen kevés mogyorót és kakaóport, illetve tartalmaz még tejport is. Hát a tejport nem rakok bele, illetve ennél egy fokkal egészségesebb lesz talán, de nem, igazából nem törődöm. Tehát nem az a célom, hogy ez egy sokkal egészségesebb legyen, csak szimplán több mogyorót fogok használni, talán több kakaóport, és ja, szóval nem spórolok. Nem lesz 100%-ig ugyanolyan, de szeretném, hogy hasonlítson az íze. Ha már azt elérem, mint a Fantás videóban hasonlóságra, akkor nekem ez tökéletes. Kezdjük! Itt most kicsit elbizonytalanodtam, hogy feltűnően sok partizánt néztem az elmúlt időszakban, vagy senkinek nem fog feltűnni. Remélem az utóbbi. A Nutella elkészítéséhez először is vennünk kell török mogyorót. Lehet, hogy teljesen megpucoltat is, vagy ilyet, amilyet én vettem. Szóval aki talált megtisztított verziót, az ne figyeljen most. Kibontjuk a mogyorókat, és egy felhevített serpenyőbe beleöntöm. A hőhatására elkezd repedezni a mogyoró vékony héja, aztán egy konyharó a segítségével tisztára pucoljuk őket.
nem kell tökéletesen lepucolni, kb. Ha 80%-osra megcsináljuk, az már jó. És ez a pucolás folyama tartott a legtovább a Nutella elkészítésében. Szóval, amint végeztünk, lemérem, kb. Én 165 g mogyorót fogok felhasználni, mehet is az aprítógépbe. Amikor a mogyoró a darálóban elért egy bizonyos méretet, az történt, hogy a Turmix gép oldal falára tapadt, és a penge nem tudta őket leszedni, szóval többször is rá kellett segíteni egy kanál segítségével. Aztán jöhet bele a többi hozzávaló, 80 g porcukor, tehát fele annyi cukor, mint amennyi mogyorót használunk, 1 deci víz, 1 nagy csipet só, kb. 3 evőkanál kókuszolaj, kakaópor, de abból is fontos, hogy nem előre becukrozottat, hanem próbáljátok meg valami holland kakaóport szerezni, ami nincs beízesítve. Mehet is belőle 50 g, egy teáskanálnyi vanília aroma, aztán egy tábla belga csokit megolvasztunk, és az is mehet bele. Jó alaposan eldolgozzuk, és egyszer csak egy fura hangot ad ki a turmixgép, és feladja a szolgálatot. Azt hittem, a penge elakadt, és nem értettem, mi van, de nem. Valami nem oké. Tehát ez itt forog. Okés. Ez is forog. Ez. Ez nem forog valami oknál fogva. A massza már majdnem kész van. Oh. Emiatt a Nutella miért megy tönkre a Turmix gépen, baszki. Hihetetlen. Viszonylag teljesen kiürítettem az előző edényt. Itt van a Nutellám. És hát folytassuk. Jó, ez működik alapvetően. Állagra én meg vagyok vele elégedve. Szóval jöhet a kóstolás. Színben teljesen eltérő a kettő. Az enyém egy sötétebb, biztos túl sok kakaót adtam hozzá. A Nutella pedig egy sokkal tejcsokisabb, sokkal világosabb, krémesebb. És hát akkor megkóstolom ezt a Nutellát. Egyébként ennek az az oka, hogy ők sokkal több olajat használnak fel az ő krémükhöz, mint az enyémhez. Tehát én éppen hogy csak tettem bele kókuszolajat, ők pedig nagyon sok pálmaolajat használnak. Illetve az enyémbe, mint már mondtam, több a kakaópor. Édes, mégis krémes. Itt inkább a tejcsokoládé dominál. Nézzük az enyémet. Ez egy picit sűrűbb, illetve sokkal kakaósabb. Enyémnél külön így kiérződik az, hogy holland kakaó, mogyoró, és talán még a tejcsokoládét is érzem belőle, de nagyon finom. Tényleg, egy kenésteszt. Itt van előttem kettő kifli karika.
Most meg fogom kenni kanállal, kenek. Hát jó bőséges lett, mit ne mondjak. Igen, ezt az eredeti nutellát nagyon egyszerű kenni. Nézzük az én nutellámat. Hát ez se túl bonyolult, tehát azért, na. Ez állagra nem is olyan vészes, mint ahogy először ezt gondoltam. Oh. Az enyém ezen a kiflin sokkal jobb. Milyen kakaós, milyen csodálatos. Nem tudom, hogy azért ízlik jobban nekem a sajátom, mert újdonság ereje van. Persze jó, a nutella is finom, de ez, nekem ez nagyon tetszik. Nyilván, aki ezt a kakaóporos jelleget nem szereti, az ne is készítje el, mert nagyon intenzív a kakaópor. Vagy mondjuk tegyen bele kevesebbet. Ja, tégy bele kevesebb kakaóport, mint ahogy én írom a receptbe. De hogy ez, Jézusom, ez nagyon jó. Brandinget mogyoró krémem van. Se gondoltam volna, hogy ezt valaha megteszem, de íme. Brandinget. Csak még nem döntöttem el ugye, hogy csatos üveg, illetve mekkora kiszerelés, kupakos, amúgy ez a kupakos, ez a legjobb. Ez a műanyag izé, a kis nutellám pedig még mindig érthetetlen számomra, hogy kitalálta ki ezt a fasságot, jaj, kijön a nutella. Nézd, csavaros kupak! Haló! Csavaros kupak, csatos üveg. Minden jobb, mint ez a szar. Remélem kirúgták, aki kitalált ezt a dizájnt. Na, hát köszi, ez miért elfelje lefelé? Köszi, hogy megnéztetek a videót, remélem tetszett nektek, remélem tudtam valami hasznosat mutatni. Ha szeretnétek még hasonlókat látni, iratkozzatok fel a csatornámra. A leírásban van Instagram link, TikTok link, Twitch, minden, amit csak szeretnétek. Sziasztok!